A horvát fővárosban, a Zágrában jártak a közelmúltban az évje vívói. A nemzetközi mezőnyben eredményesen szerepeltek az alaiak. A Zágrábi 24. rapírkupa egy nagy hagyományokkal bíró viadal, így nem véletlen, hogy a házigazda horvátokon kívül szlovén, szerb, román, olasz, svéd, török, ciprusi és népes számú magyar küldöttség is jelen volt. Az éviek két leány és négy fiú törözővel nevezett a rangos versenyre. Az U14-es lányok mezőnyében két döntős helyezéssel kezdtek az egerszegiek, Tóth Abigail hatodik, Simon Borbála pedig a hetedik helyen végzett. A fiúk kadett korosztályban még nagyobb egerszegi siker született, hiszen a dobogóra két zalegerszegi fiatal is felállhatott. Bagosi Bendegúz aranyérmes, Szabó Bálint pedig bronzérmes lett. Benedek Csongor a 9. Szabó Bence a 12. helyen végzett. Az U15-ös korosztályban is hasonló sikereket értek el a fiatalok. A dobogon négy magyar vívó állhatott köztük, két ZVS tőröző. Szabó Bálint az első helyen végzett, míg Szabó Bence a harmadik helyet szerezte meg.